Köszöntöm kedves nézőinket a Magma mai napi híradójában. Lássuk híreinket röviden. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Székely Kongresszus. A résztvevők a tanügyben meglévő problémákról és a romániai egyetemeken tanuló magyar diákok diszkriminációjáról tanácskoztak. Ismét megrendezésre kerülnek a marosvásárhelyi és kolozsvári diáknapok május 3-án és 7-e között. Marosvásárhelyen 1500, Kolozsváron közel 2000 magyar fiatal mérkőzik meg különböző versenyszámokban. Az egyre gyakoribb közúti balesetek miatt az állam szigorítani akarja a büntetéseket és a szabályokat, illetve növelni a rendőrök hatalmát, új infrastruktúrán való fejlesztéseket ígérve. 2016-os adatok szerint több román csecsemő született határon túl, mint az ország területén. Míg a határon túli román közösségek egyre csak gyarapodnak, felmérések szerint 2050-re a romániai lakosság még a 10 milliót sem fogja elérni. Idén is megrendezésre kerülnek a marosvásárhelyi és kolozsvári diáknapok május 3-a és 7-e között. A rendezvény a csapatok bemutatkozásával indít majd, a diákoknak különböző kihívásokkal kell megfelelniük. Marosvásárhelyen 1500 egyetemi hallgató méri össze általános műveltségét, ügyességét, tánctudását, játszik, ismerkedik, szórakozik, míg Kolozsváron közel 2000 magyar fiatal mérkőzik meg különböző versenyszámokban, nyertesei pedig Vibe Fesztivál bérleteket nyernek. Idén viszont kiemelkedő figyelmet fordíthatunk a marosvásárhelyi diáknapokra, hisz programjaik nem csak a fiatalokhoz szólnak. Azt is mondhatnánk, hogy minifesztivállá nőtte ki magát a jubileumi 20. diáknap, hiszen olyan fellépőkkel találkozhatunk esténként, mint a Sample Orchestra, Queen Bee, Kowalski meg a Vega és Bagosi Brothers Company. A marosvásárhelyi diáknapokra 37-30-40 tagból álló csapat nevezett be a vásárhelyi egyetemekről és főiskolákról, illetve más belföldi és határon túli egyetemekről, valamint a MOGYE angol nyelven tanuló diákjaik közül, míg Kolozsváron a csapatok száma meghaladja az 50-et is. Mindkét városban a megnyitó helyszíne a főtér lesz, Kolozsváron az esti buli törökvágáson lesz idén is a nagy sátorban, míg Vásárhelyen a go-kart pályán kerülnek megrendezésre a koncertek, majd a bulik. Ismét megrendezésre került a Székely Kongresszus, a helyszín ez alkalommal Sepsiszentgyörgy volt. A kongresszust dr. Bodó Barna szervezte, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakának koordinátora, a konferencia vezetője pedig dr. Péntek János volt, aki az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak alelnöke. A résztvevők arról beszélgettek, hogy véleményük szerint a tanügyi minisztérium nem végzi megfelelően a munkáját, és úgy gondolják, hogy a politikusok nem becsülik a szakmunkásokat. A megbeszélés tagjai arról is tanácskoztak, hogy az országos oktatási tanmenet a finanszírozásokhoz van igazítva, nem pedig az oktatás hatékonyságához. Dr. Dávid László egyetemi tanár és rektor azokról a romániai egyetemekről beszélt, ahol folyik magyar oktatás is, és felvetette a problémát, miszerint a magyar karokon is rengeteg órát kell román nyelven tanuljanak a diákok, és a vizsgák nem magyar nyelven zajlanak. Szerintem van még egy súlyos diszkrimináció az oktatásban, az, hogy a magyar diákok egy vizsgával többől vizsgáznak, mint a románok. Tudom, lehet ellenvetés, hogy az anyanyelvről van szó, és ez nekünk fontos. Viszont egy demokratikus államban akkor a románok is opcionálisan még egy tantárgól vizsgáznak. A konferencia tagjai kiemelték, hogy ők nem a politikusokat szidalmazzák, hanem meg akarják szüntetni azt a diszkriminációt, ami a magyar diákokkal szemben zajlik. Idén 5 súlyos közúti balesetről történt feljegyzés, melynek következtében 7 halottal és 22 életveszélyes állapotba került, súlyosan sebesült el számolhat a román állam. A balesetek többsége ittas vezetés miatt történt, de a törvényszegések listáján gyorshajtás, hajtási nélkül való vezetés és egyéb bűncselekménynek számító sofőri megnyilvánulás is található. A halálos áldozatok száma sajnos nem csak országon belülre korlátozódik, sok román állampolgár veszíti életét évente a húsvéti időszakban külföldön is. A tavalyi évhez képest idén 52%-kal csökkent a húsvéti balesetek száma, és 23%-kal csökkent az ünnep alatt történt halálesetek száma. Az állam évről évre intézkedéseket tesz a kritikus közlekedési balesetek kivédése érdekében, viszont a helyzet eddig még nem oldódott meg. Évről évre növekszik a húsvéti periódusban utcákra rendelt rendőrök száma,
2015-ben a szokásos napi erőbevetéshez képest több mint 9700 fővel több rendőr tevékenykedett az országban. A gyorshajtó korlátozása és az ittas vezetők felügyelete érdekében a helyi szervek minden városban misszióban voltak a húsvéti ünnepek tartalma alatt. Az óvintézkedések ellenére mégis évente több száz ember kerül életveszélyes állapotba, és több tíz veszíti életét a román utakon. Viktor Ponta miniszterelnök nyilatkozata szerint túl könnyen kap Romániában akárki hajtásét, túl lezserül veszik a sofőrök a szankciókat, és az utóbbi időben szinte mindenki vezető oktató. Az állam szigorítani akarja a büntetéseket és a szabályokat, illetve növelni a rendőrök hatalmát, új infrastruktúrán való fejlesztéseket ígérve. Ez reményt adhat mindazon külföldön élő vagy dolgozó román állampolgároknak, akik 7 kilométeres dugókban várakoznak évente a húsvéti hazautazás alkalmából. A határon idén is 2 órás sorok torlódtak, a román vezetők hosszas várakozásra és birkatürelemre voltak kényszerítve az országba való bebocsátás érdekében. A legnagyobb dugó az ország nyugatra vezető határánál tapasztalható. Rengeteg Németországban, Ausztriában és Magyarországon letelepedett román állampolgár vezet haza 12 órákat ülve volán mögött. A kimerült sofőrök nagy mértékben növelik az autópályán bekövetkező balesetek veszélyét. A határátkelés még lassabban zajlik, mint az előző években a Brüsszel által hozott határozat miatt, mely elrendelte a határellenőrzés szigorítását. Több román újszülöttet számoltak a határon túl, mint itthon, így itthon egyre csak fogy a román lakosság, és beigazolódónak látszik, hogy 2050-re a romániai lakosság még a 10 milliót sem fogja elérni. A határon túli román közösségek egyre csak gyarapodnak. Andrea Pöztörnek, külhoni románokért felelős miniszter kijelentése egy országot rázott meg. A 2016-os adatok szerint több román csecsemő született határon túl, mint az ország területén. Egyszerre elkeserítő és aggodalomkeltő a tavalyi adat, ugyanis ez azt jelenti, hogy több román kisgyerek fog felnőni a hazájától távol, mint ahány otthon, a hagyományok és a nyelvi jogok bölcsőjében. A minisztérium tisztában van a helyzet fontosságával, ezért arra bátorítja a külhoni fiatal román családokat, hogy tanítsák meg gyereküket románul. Segítségül tankönyveket és digitális tankönyveket finanszírozna a román állam, hogy ezek lehetőleg ingyen jussanak el a külföldön élő szülőkhöz, akik így felkészülten taníthatnák gyerekük anyanyelvét és őseik történelmét. Köszönjük a figyelmüket, kellemes estét kívánunk! Indulhat? Oké. Köszönöm, kedves faszom. A finanszírozásokhoz megrendezésre kerülnek. Idén is. Magyar oktatás is. Május 3 és előről. Faszom! 20. diáknap, hiszen olyan határon ki túli egyetemekről. Konferencia vezetője pedig dr. Péntek János volt. Bocsánat. Ó, a kurva életbe. Igen. Fasza. Na jó, figyeljetek akkor el, kérlek. Várj, ezt is. Köszi. Szóval... És látszik a kibaszott üzés, nem is szóltok. Míg Vásárhelyen a go-kart pálya... Péntek János. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományetet... A balesetek többsége Hogy mi? Bocsánat, nem tudom. Jó. A rövid vakáció ideje nagy része. És beigazolódnak. Látszik. Több román újszülött. Nem hiszem el. Jó.
utálom Balogot. Ez egy szar dolog, és szomorúak vagyunk. Komolyak vagyunk. Kurva sok a szöveg. Egyszer halljad, és utána másodjára vesszük. Ez el van baszva. Jó vagy? Még egyszer? Nem?